Sziasztok, az MXGuard csatornát nézitek. Krisztián eljött hozzánk, mert el szeretném mondani a tapasztalatait a átírt kompjúterről, mert nagyon kíváncsiak voltunk rá, hogy mégis milyen. Most mindjárt át is adnám a szót, és elmondja, hogy milyen különbséget érez. 150 TPI-je van, hogy tudjátok, hogy miről beszélünk, és elmondja, hogy mi lett a különbség, de amúgy a többi is ugyanezt érzik, akiknek megcsináljuk. Úgyhogy hát mondd el, hogy mi a különbség. Sziasztok! Hát ugye máshoz nem tudom viszonyítani, 250-300-ról nem tudom mit mondanak, szerintem a 150-nél valószínűleg tartom, hogy sokkal jobban kijön a különbség egyébként, igen. Tehát sokkal érezhetőbb, hogy mi történik ilyenkor. Hát gyakorlatilag ugye a fő problémám az mindig az volt, hogy egyrészt a gázreakciója a motornak az, hogy mondjam nektek, tehát alacsony fordulaton a pici, apró, de hirtelen gázokra, mintha nem reagálna a motor, vagy inkább úgy be is akar fulladni. Ez teljesen megszűnt, tehát a legapróbb... Bocsánat, hogy közben, mert most ott tartunk, hogy ugyanazza az átéte, tehát nincs becsapás, nem az, hogy átételesz és azért érzi, teljesen ugyanaz az a setting, mint amivel ide hozta hozzánk a motor. Igen, ezen nem változhatunk, tehát most ami nagyon szembetűnő, hogy a legapróbb gázra is iszonyatosan jól reagált, tehát szinte azonnal. És hát most két enduro crosson vagyok túl, ugye Béren voltunk, ami sokkal endurosabb, sokkal lendületesebb, ritmusosabb pálya volt, mint most mi is volt, ez Kiskun Félegyháza. Ugye Kiskun Félegyháza meg nem voltak nagy szintkülönbségek, magas fákon kellett átmenni, iszonyú gyökeres, köves volt egy csomó helyen, aztán mély homok és minden, ami kell. Így most a két verseny után azt mondom, hogy mind a két pályán nagyon jól vizsgázott. Igen. Tehát ahol lendületesen kellett menni, ott lendületesen ment, ahol akadályon kellett átmenni, ott nagyon jó vette a lapot, és tök könnyen átmentem mindenhol. Mellette azért ugye ott van az, hogy a 150-est meg úgy mozgatod az erdőben, meg a pici szűk fordulókon is, hogy semmit nem fáraszt, és szinte észre se veszed, hogy irányt kell váltani. Igen. Nyilván dolgos motor, mert a kettőtől az ötödikig állandóan váltogatni kell, mint az állat. Tehát ugye a nagyobb köpcentikkel azért mondták a srácok, hogy a hármasba ment végig, azt én azért nem. De erősebb. Főső tartományban is ott is. Főső tartományokban az van egyébként, hogy szerintem sokkal tovább kiforog a motor, és nem érzek különbséget az alacsony, tehát ahogy elkezd fölpörögni, egész a tetejéig szinte lineárisan ki tud pörögni. A fogyasztásban azt vettem észre, hogy valamivel többet fogyaszt, tehát az úgy, hát igen, az úgy szemmel láthatóan többet egyébként. Ugye most nem tudom, hogy a nagyobb kompresszió, vagy a nem tudom mi miatt, ezt jobban értitek. De lehet, hogy jobban húzom a gáz, mert most ugye sokkal lendületesebb az egész. A kipufogón nem folyik annyi olaj, az is egy érdekes dolog. Tehát most a keverési arány, nem tudom, hogy mi változott így, hogy átprogramoztuk, de eddig mindig folyt az olaj, most az sincs. Szerintem akinek ilyen kis köpcentis motorja van, azt próbálja ki. És én mindig egyébként az erősebb állásban megyek, az még fontos. A gyengébbiket vagy a más karakterisztikát, azt ki se próbáltam. Mert állítólag ott igazán... is a különbség is jobban kiadja a nagyobb köpcet, de aztán most sokkal jobban érződik a két állás közti különbség. Én azt vettem észre, hogy nekem most mondjuk úgy, hogy a gyengébb, ott mint a hamarabb leforogná a sebességeket, tehát mint hogyha hamarabb vége lenne ezért, hogyha kijössz az erdőből és van egy tempósabb egyenes, ott viszont hamarabb ledadog. Igen. És ilyen szempontból nem jó. Viszont benne az erdőbe az egyes program, meg azért hát kell vele játszani, mert erős. Igen. Most már kezdek ráérezni, és most már látom, hogy amúgy sokkal jobb, mert hogyha kijössz egy szűk fordulóból, és oda teszed a gázt, nem is kell akkora gázt tenni, de már a rumpikon is úgy tudsz átmenni, hogy... Igen. De hát ezt meg kell szokni. Ezt most nekem is meg kell szokni még, de szerintem sokkal jobb. Igen. Na hát igazából ezért is jöttünk össze, hogy tényleg első kézből kapjunk tapasztalatot, hogy akinek átprogramoztuk, lesz még majd egy-két ilyen videó, hogy ő mondja, hogy milyen, ne az legyen, hogy mi ezt most itt beharangozzuk, hogy milyen jó, hanem tényleg azt tudja elmondani, aki használja a motorját, és az a jó ebben, hogy ő is megszokta a Krisztián és a saját motorját, és el tudja mondani, hogy mi a különbség.
mert egy új motornál ezt nem fog tudni elmondani, de majdnem mindenki, akik átprogramoztuk, már hozzászokott a motorjához, és így, hogy át lehet programozni, így azért érződik. Ez igen, most az a helyzet, hogy tehát olyan helyen még nem tudtam kipróbálni, ami kicsit nehezebb, ilyen hard enduros körülmény. Tehát ott még érdekes, hogy majd milyen lesz, de most azért, mivel szerintem a gázreakció sokkal jobb, meg finomabb, valószínűleg az nehezebb részeken is sokkal könnyebben fogja beállni. Igen, mert mondtad, hogy fölfelé beállni. Ahogy kettesbe érzem. Most azt gondolom, hogy majd most jön a nagy tartsa enduro hétvégén, meg hát majd ott nem tudom, mennyire lesznek nehezebb részek. Szerintem itt ugyanolyan jó lesz. Tehát igen. Én alig várom. Igen. És most ez, amit itt, amikor megjöttem, meséltem, még gyorsan elmondom, hogy endurocrosson nem mentem 2 éve, nem biztos, hogy a motor miatt, de úgy összességében nem volt motivációm, tehát igen. Se nem akartam már gyorsan menni, se nem akartam rumplikon menni, igen. Meg nem akartam magam szivatni, de most valahogy annyira kedvet kaptam hozzá megint, és ez viszont biztos, hogy a motor igen. Miatt van, hogy hát most nem akarok csúnyára mondani, de kurva jó átment az összes rumpin, és fú, nagyon élveztem végig. Mind a két pálya nagyon jó volt, tehát azt most itt meg kell még egyszer dicsérni a rendezőket, hogy mind a Bér, mind a Kiskunfélegyháza nagyon jó, élvezetes nyom volt. Amikor vége lett, mi párosba mentünk, álltunk, hogy nem állt, tehát hogy menjünk ki a pályára, mindegy, hogy lejutott. Úgyhogy, ja, én most egyelőre azt mondom, hogy próbáljátok ki, aki szeretne ilyet, úgymond, tesztelni vagy megcsináltatni, az nyugodtan vágjon bele, mert szerintem jó. Igen. Na hát ennyi, gyerekek, örülünk, köszönjük szépen, hogy el tudtad így ezt mondani, mert ezt így nehéz azért szavakba önteni, de akkor ennyi, ezek szerint ez a programozás ez kezdi meghozni a hozzáfűzött reményeket. Köszönjük szépen, hogy megnéztetek, sziasztok! Sziasztok.